mindenféleképp várjuk, hogy újra bajnoki mérkőzést játszunk, tényleg nagyon-nagyon sok idő eltelt, úgyhogy nem játszottunk egyáltalán meccset. Utána volt néhány felkészülési mérkőzésünk, közös edzésünk más csapattal, de a bajnoki az nagyon hiányzik. Hogy áll most a csapat, hogy telt ez a 3 hónap, hogy látod így visszatekintve? Szerintem most már jó állapotban vagyunk, itt a meccsek hiánya azért nagyon érződött, utána mi is sajnos belekerültünk a Covid-betegségbe, ami azért jelentősen visszavetette a csapatot, de szerencsére most már mindenki egészséges. Mindenféleképpen az a célunk, hogy győzzünk Kisvárdán is, illetve a következő mérkőzéseinken minél több pontot begyűjtsünk, így erre készülünk most is. Ilyen helyzetben lehet felkészülni a csapatból, hiszen azért egyik gárda sem játszott nagyon mostanában meccset, tehát nagyon nehéz kielemezni az ellenfelet, így most például a Kisvártát. Igen, szerintem is így lesz, hogy nem igazán tudjuk, hogy mire számíthatunk valamennyire a saját csapatunktól sem, az ellenféltől talán még kevésbé. Itt annyi idő telt el az előző mérkőzések óta, hogy szinte a szeptemberi meccsben már majd, hogy nem lehet úgy készülni, mint hogyha egy friss videónk lenne róluk. Hát próbálunk azért ennek megfelelően is a lehető legtöbbet kihozni ebből.